több száz létezik ebből a világon, egymástól teljesen függetlenül alakultak, de hasonló ideológiák alapján. Maga a koncepció pedig önszerveződő, szabad szoftveres fejlesztői csoportokból ismerít, akik önkéntesen közös célokért küzdenek. Később ezek az elvek a Hackerspace Design Patterns néven lettek közismertek, és elterjedésével gombamód kezdtek el szaporodni a hackerspace-ek a világban. Jelenleg a hackerspaces.org több mint 1300 darab hackerspace tart számon. A legfontosabb alapelveink a függetlenség, fenntarthatóság, önkéntesség, transzparencia, innováció, meritokrácia és a nyitottság. Bár a hacker szóból azt lehet gondolni, hogy a hackerspace-ekben a fókusz az informatikai biztonságon van, azonban a hackerspace tematikáját főleg az odajáró embereknek az érdeklődési köre határozza meg, ami teljesen független lehet egymástól. Én például jártam Londonban, ahol a pincében fém és fa megmunkáló műhely található, vagy Münchenben, ahol a mennyezetben programozható színes lámpák találhatók, és egy gamerszobára is lehetem ott. Illetve ott van a mi hackerspace-ünk is, ahol a botanika és a matematika is helyet kap. Illetve a rádióamatőröknek is tudunk kedveskedni néhány dologgal. Létezik az úgynevezett hackerspace turizmus is, mikor is, ha az ember utazik, ellátogat különböző helyekre, ekkor meglátogatja az ott lévő hackerspace-eket is. Ez főként a már említett sokszínűség miatt is érdekes. A hackerspace két legfontosabb eleme, tehát az állandó hely és a közösség. A közösség fenntartja a helyet, ezen felül egyéb eszközöket is beszerezhet, és a helyet még saját képére is formálhatja. Jó példa ezekre az eszközökre például azok, amelyek igen nagy helyigényűek, vagy kihasználatlanság miatt nem lenne érdemes beszerezni otthonra. A Hungarian Autonomous Center for Knowledge, vagyis Független Magyar Tudás Központ 2015-ben ünnepelte az 5. születésnapját, és a buli, amit szerveztünk, biztosra veszem, hogy felejthetetlen volt mindenki számára. Azok voltak jelen, akik részt vettek a hackerspace életében, és támogatták a hackerspace-et az útja során. De mi is történt ezelőtt? Kicsit több mint 7 éve alakult a budapesti hackerspace. Aminek akkor a fő hadiszállása a Fogasház volt. Én nem sokkal ezután kerültem a hackerspace életébe, mikor is egy külföldi konferencia alkalmából ismerkedtem meg az akkori tagokkal, majd hazatérésem után egyből, hajnalban még a hackerspace-be vezetett az utam. A hely első projektje egyébként a Burn Station volt, amelyen lényegében jogtiszta zenéket lehetett letölteni Jamendo-ról, majd ezt CD-re, illetve USB-re lehetett másolni. Rengeteget dolgoztak vele a srácok, majd pedig a 2010-es copyright kiállításon kapott helyet. Majd ebben az évben, év végén a 2010-es Hacktivity-n Mitch Altman volt a Hackerspace vendége, ahol vele próbálhatták ki az odalátogatók a forrasztást, és különböző érdekes szuveníreket vihettek haza ezután. Ekkor indult be az élet a Hackerspace-ben. Közben persze egyéb projektjeink is voltak, például a HackSense, ami a weboldalunkon megjelenő képhez van kötve jelenleg is, és ez jelzi, hogy éppen nyitva van-e a helyünk vagy sem, illetve egy VRT54GL az, ami segít a működésében. Régebben ez annyira bele volt zsúfolva ebbe a VRT54GL-be, hogy egy Touch and Die feliratot is kapott, mert annyira érzékeny volt. Ma már azért javítottunk a koncepción, tehát nem annyira érzékeny, és a Sense spirállal lehet ezt a gyönyörű diagramot legenerálni,
amely azt mutatja meg, hogy mennyit vagyunk nyitva és mennyit nem, és szerintem az arányok egészen jól magukért beszélnek. Ekkor tehát készült a zöld fal is, ami egy függőleges akvapóniás kert, illetve két új tagot is kaptunk ezzel, a két axolotlt, vagy ahogy felénk hívják, haxolotl. És ezt a mai napig gondozzuk. Majd pedig nagyon gyorsan új helyet is kellett sajnos találnunk a fogasházból. Ekkor két hét alatt kellett összepakolnunk, mindent elszállítanunk, és természetesen megtalálnunk az új helyet is. Ekkor költöztünk a Bástya utcába. Majd pedig kaptunk sajnos egy csőrepedést, aminek az elhárítása nem történt valami szaporán. Tehát kellett egy átmeneti megoldást találnunk, úgyhogy a vizet egy vödörbe sikerült gyűjtenünk, és ehhez építettünk egy vízszintmérőt, amellyel egy mobilos applikáción tudtuk követni, hogy jelenleg mi a helyzet. És ezen az applikáció más egyéb adatok is leolvashatók. Azóta a problémánk szerencsére elhárult. Majd pedig 2013-ban Septiben megszerveztük a Camp Zero nevezetű eseményt, ami a Camp Plus-nak a beta verziója volt. Ezen külföldi és magyar látogatók is részt vettek, akkor Tájban körülbelül 30-an vettünk részt. Ez azóta is megrendezésre kerül minden évben, és tavaly például már több mint 60-an voltunk jelen. Eközben egy középiskolás szakkör is indult, ahol a diákok a fizika tudásukat fektethették gyakorlatba, megalkottuk a rádióamatőr sarkunkat, ami mit sem ér hívója nélkül, tehát azt is szereztünk, és kivezettünk egy antennát a tetőre is, hogy működőképes lehessen, és megalkottuk a Burn Station a mostani változatát, a harmadikat, amely pedig egy tablet, egy festőállványba szerelve, ezzel egy QR kódot generálunk, amellyel egyszerűen lehet letölteni ezeket a zenéket. És bizonyára sokan emlékeznek a kéregető robotunkra még tavalyról. Ez nem sokkal később egy rendezvényen sajnos egy beleesett 20 forintos következtében sajnos kigyulladt. De tanultunk a hibánkból, és idén már egy másik, sokkal jobb koncepcióval jöttünk ki. Ezen felül sok rendezvényen szoktunk részt venni, például a Hacktivity-n minden évben kint vagyunk, ezt már említettem, illetve a PlayIT is kint szoktunk lenni, illetve itt is több éve már jelen vagyunk. Szerveztünk programokat a bölcsésznapokra is, és más hackerspace-ek rendezvényein is kim voltunk. Például jelen voltunk a szegedi hackerspace-nek a megnyitóján is, és a Bécsi Metalabnak is a rendezvényén minden nyáron kint vagyunk. Saját eseményeink közül például érdemes megemlíteni a Privacsit, ahol rengeteget főztünk, ettünk együtt, okosodtunk, mindeközben a kockalány per négyzetméter is a tetejére hágott, és ezen kívül a koreai food hacking base is meglátogatott minket, ahol egy koreai vacsorát készítettünk el a segítségükkel, illetve a kefir készítésnek a művészetét is eltanultuk tőlük. Ezen kívül Python-oztunk, Arduino-oztunk, Android-oztunk együtt, beszéltünk a cryptocurrency-kről is, a kriptográfiáról is voltak előadásaink, mindeközben a fizikai biztonság határait is feszegettük, és kipróbáltuk a sugrót, a Spark.io-t, hackeltünk együtt éjszakákon át, nézegettünk dokumentumfilmeket is együtt. De ezt a listát még jócskán lehetne igazából folytatni. A hely növekedésével az infrastruktúránk is egyre nőtt, a furat szeret forrasztás mellett
egyéb kreativitást igénylő feladatokhoz is meglett már az eszközünk. Például vettünk egy Silhouette 2-t, melynek segítségével pólókat mintáztunk. És szinte teljes konyhai felszereléssel rendelkezünk, és a könyvtárunk is igen színes. És ezen kívül teljes audiovizuális felszereléssel rendelkezünk, melynek segítségével felvesszük az előadásainkat, és ezeket pedig az interneten közzétesszük. Egy emlékezetes darabja az oszcilloszkópunk az elektronikai eszköztárunknak, ugyanis az oszcilloszkópunk csak Windows-os támogatással rendelkezett, úgyhogy volt egy tagunk, aki volt kedves és beleásta magát abba, hogy milyen jeleket bocsájt is ki ez az oszcilloszkóp, és megalkotta azt a szoftveres támogatást az itt látható Windows-os helyett, és így rájöttünk, hogy nem, hogy egy ugyanolyat, de annál egy sokkal jobbat is sikerült írnunk, és ennek részleteit a The Box Said Windows XP or Better, So I Use Linux című előadásban tettük közzé. A jövőben tehát mindenképpen szeretnénk folytatni a fejlődésünket, az eseményeinket és a tevékenységeinket, tehát a rendszeres eseményeink közül a Camp++ szervezése például már meg is kezdődött. Ez július 6 és 9 között lesz megrendezésre idén, és egy új eseményünk az Open Night, amelyet minden hónap harmadik szerdáján, helyett második szerdáján rendezünk meg, és itt bárki lejöhet, megnézheti, hogy mikkel foglalkozunk, hackelhet velünk, vagy amit csak szeretne. És mivel eddig is nyílt forráskóddal publikáltunk, így ezentúl is szeretnénk támogatni a szabad szoftvert, a szabad hardvert és a szabad kultúrát. Illetve mi nem vagyunk cég, úgyhogy nem mondhatjuk, hogy we are hiring, de bárkit szívesen látunk a Bástya utcában. Csatlakozhat hozzánk, illetve most itt vagyunk egy standdal, oda jöhet hozzánk bárki, beszélgethetünk egy jót, vagy forraszthatunk is egy jót, ahol különböző érdekes kiteket hoztunk ki. Továbbá minden forráskódunk megtalálható a weboldalunkon és a GitHubon is, úgyhogy én röviden és tömören ennyit szerettem volna. Köszönöm a figyelmet és várom a kérdéseket.